Intézkedéscsomagot fogadott el a kormány a vasúti átkelők biztonságosabb átétele érdekében, miután az utóbbi időben több baleset történt, vasúti szerelvények ütköztek gépjárművekkel. Az átkelők biztonságosabb átételére 35 millió lejt fordítanak. A vasúti átkelők biztonságának javítását és az ezeknél bekövetkező balesetek számának csökkentését szolgálja az az intézkedéscsomag, amelyet a legutóbbi kormányülésen fogadtak el. Az intézkedésről Nélu Bárbu kormányszóvívő számolt be, aki elmondta, az országos minősítésű utakon található minden egyes vasúti átkelőt korszerűsítenek. Az országos utakon létező mind a 246 vasúti átkelőnél világító oszlopokat szerelnek fel, forgalmi elválasztókat fényvisszaverő elemekkel, a forgalmi irányt elválasztó oszlopokat, jól látható jelzőberendezéseket és a jármű rezgését kiváltó figyelmeztető sávfestést. A beruházás teljes értéke 35 millió 321 ezer lej, a kivitelezés határideje 24 hónap. A beruházáshoz szükséges pénz legnagyobb hányadát a nagy infrastruktúrális beruházások európai programjából fedezik, amelyet a közlekedésügyi minisztérium költségvetéséből és a közúti infrastruktúrát kezelő vállalat saját forrásaiból egészítenek ki.